Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét. A csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Szekszárd is szerepet vállalna a lovasport, ezen belül a fogadhajtó sport népszerűsítésében, fenntartásában. Erre most jó esély kínálkozik, tekintettel arra, hogy egy a versenyek szervezésével foglalkozó civil szervezet szeretne a városban az elkövetkezendő időszakban a D és a C kategóriában fogadhajtó versenyeket szervezni, és az erre alkalmas területet, az egykori Pollák utcai sporttelepet már meg is kapta a Szakcs Szekszárd Lovas Barátok Egyesülete. Az idei versenyt a városnapján rendezték. Volt már kísérlet a parlagon heverő, városi tulajdonban maradt szekszárdi Pollák pálya sportos hasznosítására, a lovasport, ezen belül a fogadhajtó sport többszöri bemutatkozására. De komolynak mondható versenyt immáron 20-22 éve nem rendeztek itt Szekszárdon a sportágban. A Szakcs Szekszárd Lovasbarátok Egyesülete gondolt egy merészet, és összehozta a C és a D kategóriában, akadályhajtásban egy a Megyei Lovas Szövetség versenynaptárában is szereplő fordulót. Teljes sikerrel, mert a sportág hátországa bizony szép számmal megjelent, egyes, kettes fogadban és a póni kategóriában megrendezett eseményen 38-an indultak. Valahol a D és a C kategória arra hivatott, hogy utánpótlást neveljen a B kategóriának, majd később pedig a nemzetközi A kategóriának. Ezzel próbálunk segíteni, kedvet adni a fiatalabb korosztálynak, mert azért most voltak máma is, még 18 év alatti hajtónk is volt, aki még kobakot, gerincvédőt viselt. Hát, ha tudja folytatni, és lesz a Magyarországon jövője tovább a fogadhajtásnak. Kellenek a kisebb versenyek, mert a hátország hajtói ennélkül nem igazán tudnak fejlődni. És az is cél, hogy a C és D kategóriában folyamatosan legyenek versenyek. Szekszárdon is vannak olyan hajtók, most is indultak már, akik áldoznak erre a sportra, vannak lovaik, de versenyekre már nem tudnak eljutni, no és gyakorolniuk sincs igazándiból hol. Szekszárd szeretne az egykori Pollák sporttelepen lovas rendezvényeket, éppen ezért örömmel adta és adja a jövőben is bérbe a területet egy lovas sportban utazó civil szervezetnek. Magyarország, amelyik amúgy egy lovas nemzet, igenis fontos, hogy a lovakat megmutassuk, illetve ezeket a rendezvényeket a közönségnek. A megyében korábban is több helyen, Szakályban, pontosabban Regőben, Tolnán, Szedrésben is voltak ilyen versenyek, és Szekszárd ebből kimaradt. És én azt gondolom, hogy a testületünk rögtön támogatólag átemeli az ügy mellé. Korán beadták a támogatási kérelmet, egy kicsit húzódott, mire végre megoldódott a dolog, de nagyon örülök, hogy mindenki a képviselőtársok közül az ügy mellé állt. Szép kocsikkal, lipicai, holland versenylovakkal, elvétve kisbériekkel teljesítették becsülettel a versenypályát. Ahhoz képest, hogy sok esetben kezdő amatőrökről is szó van, nehéz, egyenetlen volt a pályatalaja, mégis a tolerálható határon belül verték az akadályokat a hajtók, akiknek bizony nem volt könnyű alapidőn belül érkezni. Persze a legjobbak, a rendszeresen versenyzők többségének ez is sikerült. Két futamra is sor került az akadályhajtó versenyen, a győzelmet a versenyekről jól ismert arc, a dunapatai Nánai Zoltán szerezte meg az összesítés alapján. Nekem ez nyugodtabb verseny volt, mert nekünk ez nem pontszerző most. Ez Tolna megyének volt pontszerző, ők többet idegeskedtek, mint én, mert nekem annyi volt, hogy az első helyet megnyerjem, én ezért nem kapok ilyen országos pontgyűjtő pontot. Mint mondja, abszolút hobbi neki, illetve feleségének a fogadhajtás, a megtakarított pénzüket az utolsó fillérig ide teszik. Azért a C kategóriában a tiszakéskei döntőn is valahol elől szeretnének végezni. Nekem egy lipicai félvérlovom van, meg egy fudiózó. De így párban jók. Ezekhez hozzászoktam, együtt nőttünk fő, úgymondván, vagy összeértünk már, úgyhogy ez nem olyan egyszerű lovakat váltani. Szeretne a rendező egyesület hagyományt teremteni ebből a versenyből, és azt is elérni, hogy a szekszárdi kezdő hajtók kedvet kapjanak, akik már ott voltak, fejlődjenek, megmaradjanak ebben a szép
de költséges sportágban. A megyebajnokság eddigi kellemes meglepetése a bátaszéki csapat, mely tavaly még a kiesés ellen küzdött, sokakat elcsodálkozásra késztetve. A hazatérő bátaszéki kötődésű fiatalok alapvető változást hoztak, viszik előre a csapat szekerét. Az új edző Szőcs Lázár érkezésével azok a régiek is összekapták magukat, akik tavaly még kerékkötőnek számítottak. Még tavaly a középső védők létszámának kritikus elfogyása időszakában lépett egy merészet a bátaszék akkori edzője Brecska László. Hátra parancsolta center halfnak, magyarul közép hátvédnek az egyik, hanem a legjobb csatárát Faller Andrást, aki az új, már jóval szebb mostani időszakban is, noha már lenne talán megoldás csapaton belül közép hátvédnek, ezen a poszton játszik a bátaszékben. És nem is akárhogyan. Őt ez a változtatás, mint kiderült, nem lepte meg annyira, mint a kívülálló szurkolókat. Mert hogy Serdülőben annó ezen a poszton is játszott. Serdülőben belső védőként kezdtem, úgyhogy nem ismeretlen a pozíció számomra, de azért remélem, hogy minél előbb felépül a Norbi, és tudja majd pótolni a helyemet hátra, és esetleg én tudok majd följebb lépni a játékba. Ami azt illeti, most is följebb lép, szabadrugásoknál, szögleteknél szinte mindig, és csatár erényeit is érvényesítve fejjel vagy lábbal veszélyeztet. Persze jó esély van arra, ha Calka Norbert visszatér, akkor Faller András minimum egy, de inkább két sorral előrébb lép. De addig jól van ez így. Tőle is azt kérdeztük, mi történt bátaszéken ott a kulisszák mögött, hogy egy pokoli szezon után a csapat újra tényezővé vált a megyei futballban. Nagyon szeretnénk azért mindenféleképpen fölzárkozni az élmezőnyhöz, azt még nem mondom, hogy ebbe az évben biztos, hogy sikerülni fog, de mindenki 100%-osan teszi a dolgát, és azon van, hogy minél előrébb végezzünk. A játékos társaim valóban nagyon fiatalok, akik most jöttek, viszont nagyon motiváltak, hazai játékosuk, bátaszéki nevelések, és mindent megtesznek. Ez a mentalitás pozitívan hat azokra a régiekre, akik maradtak, akik talán Fallert kivéve nem tudták kiragadni tavaly a kátyúba ragadt szekeret, és újbá tűnt, nem is nagyon akarják. Szőcs Lázár az új edző, a jelekből ítélve őket is bizony felrázta. Lázi bácsi egy nagyon jó mentalitást tudott átragasztani a csapatra, illetve hát mint csapat közösség is egyre jobban összeérünk most már egy hétről hétre. Versenyhelyzet van bátaszéken a csapatba kerülésért. A 22-es bőkeretből 19 játékos mindig ott van az edzésen, minő változás, egy évvel ezelőtt nem egyszer csak 9-szer jelentek meg a tréningeket. Mindig akad egy-egy új ember, aki játékával meglepetést okoz. A Tolna ellen is volt egy ilyen játékos. Hát a Palko mindenképpen, mert én azt mondom, hogy még gyorsabb, mint a Tóth Tamás, és ő benne is benne van a gól, csak hát ő neki most lemaradása van, mert igazából nem járt edzésre, nem volt meccsen, se volt már Mórágyon az utóbbi időkben, tehát ő neki időre van szüksége. A Tolna legyőzése a bajnoki nyitányon, a Majos kiverése a Magyar Kupából, döntetlen Kakasdon a bajnokság folytatásaként, és drámai kiegyenlített csata után csak egy gólos vereség a Magyar Kupában a bajnok Bonyháttól, mind-mind olyan eredmény, és persze a vele párosuló játék, hogy előbb-utóbb, de inkább előbb eltűnjenek a foghíjak a bátaszéki pálya lelátóján. A Gemenc nagydíj nemzetközi országúti kerékpárverseny újra a magyarok győzelmeiről szólt, ami használt a versenynek, az iránta megnyilvánuló érdeklődésnek. A változtatások, hegyvidéki nehezítések is egyre több minőségi versenyzőt csalogatnak ide. A közönségszervezés, a verseny szekszárdi identitása szempontjából az is fontos, hogy összeálljon a Gemenc nagydíjra egy versenyképes szekszárdi csapat. Erre már idén volt egy ígéretes kis. Azok a versenyzők, akik Magyarország második számú országúti kerékpárversenyen, a Gemenci nagydíjon egyes szakaszon, vagy éppen az összetettben meghatározóak tudnak lenni, azok a nemzetközi középszintű körversenyeken, VB-ken, olimpiákon is képesek voltak legalább a mezőny első felében végezni. Ilyenre az országúti kerékpársportban a nemzetközi élvonaltól való távolodás évtizedeiben csak nagyon kevesen voltak képesek. Mintha ennek a hosszú bőti időszaknak a végére értünk volna, ezt vetítette előre az idei, immár a 45. Gemenci nagydíj, amelyen mind a két
szakaszt magyar versenyző nyerte Walter Attila és Pelikán János személyben. A szakemberek kategorikusan cáfolták azt a feltételezést, miszerint mindez azért történt volna, mert a nemzetközi mezőny ezúttal gyengébb lett volna a szokásosnál. Szilas László, aki nem csak a gemenci nagydíj, hanem a Tour de Hungary versenyigazgatója is, amondó egyáltalán nem erről van szó, a szekszárdi Grand Prix mezőnye az elmúlt években jellemző színvonalú volt, és még nőtt is az. Itt volt 6 kontinentális profi csapat, én nem mondanám, hogy a mezőny gyengébb, mint amennyire eddig volt, inkább azt mondanám, hogy a mi versenyzők lettek jobbak. Ugye a pénteki napon Walter Attila, aki az egyik legjobb utánpótlás csapatban van a világon, ő hozta meg a győzelmet, ma pedig Pelikán János, aki már múlt héten is nyerte egy versenyt, egy UCI versenyt Magyarországon, mind a ketten csúcsformában voltak, és nem ennek köszönhet ez a siker, nem annak, hogy a mezőny lett volna gyengébb. A verseny szakmai értékének izgalmasságának használt a legvégén Szekszárdon a Kálváriára való felkapaszkodás előtti változtatás olyan nehezítés, amivel világbajnokságokon sem mindig találkoznak a kerékpárosok. Ugye a pénteki napon egy vadonatúj emelkedőt használtunk a Kalász utca, Mester utca útvonal, ami helyenként több mint 20%-os és iszonyatosan nehéz és kemény. Egyébként a Stráván meg lehet nézni, Walter Attila 21 és feles átlagot ment ezen az 1200 méteres helyen, ami brutálisan jó eredmény. Ma pedig ugye hétvége révén az volt a kérés és az igény a város részéről, hogy csináljunk egy körpályát és mutassuk meg a szekszárdiaknak minél hosszabb ideig a versenyt. Ezért egy komoly emelkedőkkel tűzdelt, mondhatni, hogy hegyi kört jelöltünk ki, ahol 4 kört mentek. Én úgy gondolom, hogy a magyaroknak ez feküdt, és a város is jól viszonyult a lezárásokhoz. Én szeretném, hogy a jövőben is hasonló szakaszokat rendezhessünk. Régi álom, hogy legyen a gemenci nagydíjon volt szekszárdiakból és egy-egy feltörekvő fiatalból álló szekszárdi csapat, emlékeztetvén a 3 évtizedes dicső múltra. Volt erre kísérlet már az idén. Az ex-szekszárdi már a Pannon Cycling színeiben versenyző Ízlistekkel Zsolt, és a még szekszárdi juniorkorú tehetség Schneider Sebestyén benne volt ebben a vegyes csapatban. És dicséretük legyen mondva, az első szakaszon mindketten az első 50 között érkeztek. Teljesen új csapat, nagyon szétszórtak vagyunk, van Debrecenből, Pécsről, Szekszárdról ketten, így a csapatnak a nagy részét, vagy két főt azt most ismertem meg, hogy kerékpároznak, a többiekkel már egy csomó versenyen indultunk együtt. A csapatmunka az úgy, ahogy megvan, így megpróbálunk elég sokat kommunikálni egymással, hogy kinek kell frissítő, vagy kinek ki hogy érzi magát a szakasz közben, és akkor próbálunk annak az embernek segíteni, aki jobb formában. Tegnap segítettek nekem megpróbálni, hogy a mezőny elején kezdjem az emelkedőt, ez össze is jött. Sajnos a végére elfogytam. Ízlistekkel Zsolt olyan helyen van, ahol fejlődhet annyit, hogy ott legyen a top 20-ban, amit már az idén is remélt. Bízhatunk a Schneider fiúban is, hogy jövőre még erősebb lesz. És bízhatunk abban is, hogy a Szekszárdon nevelkedett Fábián testvérek valamelyike elfogadja a következő meghívást. Hát ha a Hollandiában versenyző Mészáros Bencének is jó időpontban rendezik majd a következő gemenci nagydíjat. Sok bizony a kérdőjel, de miért ne állhatna össze egy valóban szekszárdi gyökerű csapat már a jövő évi gemenci nagydíjon. Több mint 50 csapat nevezett Pakson az országos Streetball Challenge versenyre. A Magyar Kosárlabda Szövetség támogatásával zajló sorozat idei 10 állomásának 7. helyszíne volt az Atomváros. Jó hangulatban zajlottak a mérkőzések a 27. országos streetball versenysorozaton Pakson. 6 pályán folytak a csatározások, mintegy 200-250 résztvevővel. A Magyar Kosárlabda Szövetség támogatásával működünk, és 27. alkalommal rendezünk már streetballokat. Pakson is voltunk több éven keresztül, én bízom benne, hogy a jövőben is sokat leszünk. A mostani esemény is egy kiváló rendezvény. Viszonylag sok utánpótlás játékos van, természetesen ilyenkor, mint rendező vagy szervező, mindig azért azt kimondom, hogy még ennél lehetne még több is, de azt hiszem, hogy itt a gyerekek jól érzik magukat, megszeretik a kosárlabdát, és ez a fő cél, azt szeretnénk, hogyha minél több gyerek később szurkolóként, akár játékosként vagy szponzorként kint lenne Pakson a mérkőzéseken.
A mérkőzések közben a FACE Team szórakoztatta a nagy érdeműt. Az akrobatikus kosár bemutatón trükkök sokasága került elő. Dobóversenyek is voltak folyamatosan. A Tubol Game küzdelmében hazai elsőség született Pajor Kristóf és Nagy Dániel párosának köszönhetően. A versenyre jöttek az ország számos szegletéből és határon túlról is. Persze Tolna megye több települése is képviseltette magát. Majdnem minden évben el szoktunk indulni, igazából Zánkára szoktunk járni, idén Paksra is jöttünk, felnőtt csapattal jöttem. Igazából mi már aktívan nem sportolunk, csak ilyen hobbi szinten amatőrként, és szeretünk játszani, mert igazából még bennünk van az a hiányzik a meccsélmény. Jó csapatok ellen tudunk játszani, és szívesen jövünk streetballra. Eddig kettő mérkőzésből egyet nyertünk, nagyon magasak az ellenfeleink, nagyon erősek, de szerintem elég jó helyt állunk. Sajnos hárman tudtunk jönni négy ember helyett, úgyhogy nekünk cserénk nincs, így egész végig pályán vagyunk, de én azt gondolom, hogy jó, megálljuk a helyünket. Három kézdivásárhelyi csapat érkezett Paks testvérvárosából. Ők mintegy 800 kilométert utaztak, hogy egy kellemes napot töltsenek el kedvenc sportágukkal. Mi Kézdivásárhelyről érkeztünk, és 12-en jöttünk. A csapatunk nagy része elég régóta kosarazik, és nagyon szeretjük. Szeretjük a csapatjátékot, nagyon szeretünk cselezni, és mindig azt kedveljük a legjobban, hogy jó a hangulat nálunk mindig. Tigers az én csapatom, az játszott a Pumák ellen és a Panda Girls ellen, és nagyon jó eredményeket értünk el, nagyon ügyesek voltunk. Sajnos volt egy kis baki, az egyik játékosunk Bandi Fruzsina lesérült, de reméljük, hogy rendbe jön, amire lesz a következő meccsünk, mindjárt következik, és éhesek is vagyunk, mert nem voltunk enni, de nagyon jó a hangulat, tetszik a zene. A szeptember 14-én Budapesten megrendezésre kerülő országos döntőre a 10 helyszín kategória győztesei jutnak be. Paksról is voltak helyiek, akiknek ez sikerült. Az U12-es korosztályban az Atom City Junior, azaz Pincés Marcell, Somodi András és Pavlik Benjamin, valamint az U14-es Atom City csapata, Kékesi Kolos, Bugyó Barna, Pavlik Botond és Pajor Kristóf is ott lesznek az országos döntőben. Kilábalt a hullámvölgyből a HR Rend Kozár Michelin csapata, és magabiztos játékkal győzte le 4-0 arányban az FC Dabas együttesét hazai pályán. A PMFC és a Szent Lőrinc is nyert az utolsó augusztusi találkozón, így a pécsiek továbbra is vezetik a tabellát, a Szent Lőrinciek pedig a harmadik helyen állnak. Az első olyan hete volt a HR Rend Kozár Michelin csapatának múlt héten, amikor már mindenki Pókos Csaba vezetőedző rendelkezésére állt. Egyébként nehéz helyzetben volt a gárda a hétvégi mérkőzés előtt, hiszen egy negatív spirálba kerültek, amiből nehéz volt kijönni. Az FC Dabas elleni találkozó első perceiben már látszott, hogy felszívta magát a hazai csapat. A negyedik percben elvégzett szabadrúgást követően Kónya Kornél a 16-oson belül középre lőtt labdája az egyik védőn megpattant. Jutott a hálóba. Az ötödik percben kis hián egyenlített a Dabas, de a hetedikben Turi egy Tamás indítása után Tóth Marcell talált a dabasi kapuba, ezzel már 2-0 volt az eredmény. A 29. percben ismét Tóth Marcell volt eredményes, a kifutó kapus fölött emelt a hálóba, és 3-0-ás állásnál vonultak pihenőre a csapatok. A második játék részben is több helyzete volt a Kozár Michelinnek, majd a 79. percben Jelena Rihárt cselezte ki, szinte az egész dabasi védelmet és betalált a kapuba, beállítva ezzel a 4-0-ás végeredményt. Most azért jobb az a hangulat, az én kedvem is, ilyenkor könnyebb nyilatkozni. Hát ugye negatív spirálban voltunk, azt tudta mindenki, hogy ebből nagyon nehéz kijönni, tehát nekem egy szavam nem lehet a srácokra, tehát nagyon-nagyon jól dolgoztak, de valahogy a játékkal, a szerencsével mindig hadilábon álltunk. Mindig az első fél időben azt mondom, hogy jól játszottunk, és ott a második fél idő, és a helyzeteink kimaradtak folyamatosan, és a szerencse meg tényleg nem állt mellünk. Ugyanakkor azt is meg kell említenem, hogy ez a hét volt az, amikor teljes kerette tudtunk készülni, és azért szerintem ez meglátszott. Az első fél idő, aki kilátogatott ide a mai napon, az tényleg egy ilyen közönségszórakoztató játék volt. Én azt mondom, hogy ha a helyzeteket berúgjuk, akkor még nagyobb arányú győzelmet arathattunk volna. A második fél időben azért egy kicsit mi is visszavettünk, illetve váltottunk szerkezetet. A Verdon Máté rosszul lett a fél időben. De gratulálok a csapatnak. Ilyenkor jó edzőnek lenni, vezetőedzőnek. Nagyon-nagyon jó. És gratulálok mindenkinek, tényleg a stábomnak is, mert
nagyon nehéz heteken vagyunk túl, tehát le kell önteni a srácokba ilyenkor, amikor tényleg dolgoznak és nem jön az eredmény, mert tényleg úgy voltak, hogy nem hittek egymásba, de higgyenek, én azt üzenem nekik, higgyenek, és a futballba. Az FC Dabas csapatának most ugyanúgy akár csak a HR-rend Kozár Mislennek egy győzelme, egy döntetlene és két veresége van eddig a bajnokságban. Hát az igazolások azok jól sikerültek, azért azt mondom, mert posztra igazoltunk, de azért látszik még, hogy van meló a csapattal. Hát a cél az, hogy az első hatba lenni, de azért nagyon-nagyon kiegyenlített a mezőny, nagyon erős. Ugye évről-évről erősödik, és amit látunk, hogy csak azok az NB3-as csapatok fognak a felszínen maradni, akik a profizmus felé mennek. Sajnos ezt ma is láttuk, hogy egy picit nekünk ebben még van hiányérzetünk. Aztán az idő majd eldönti, hogy az Dabas ez irányba fog elmenni, vagy maradunk az amatőrizmusnál. Hát a következő, a Taksony, az nekünk egy presztízs mérkőzés, ugye azért olyan csapatok kerültek ebbe a csoportba, a Taksony, Gyón, Duna, Haraszti, aki ott a környékünkben vannak, azok mindig ilyen harakiri mérkőzések. Azért a ma is az látszott, hogy bárkitől képesek vagyunk kikapni is, bárkit képesek vagyunk megverni. Ma a csúnyábbik arcunkat mutattuk, azért azt mindig elmondom, hogy ez is az én csapatom, ezért is én felelek, úgyhogy ezt ma együtt rontottuk el. Remélem, hogy sportemberek vagyunk, már pedig azok, hogy jövő héten kedden ezt tisztába tesszük, és megpróbáljuk ezt kijavítani, mert azért ettől sokkal többet tudunk. Azt el kell ismerni ma, hogy a Kozár Mislen jobb volt, főleg az elején ott ránk jöttek és gyorsan lejátszottak minket, ami mondjuk igen komoly hibák voltak ezen a szinten, megbüntettek minket, utána futottunk az eredmény után, és hát én azért azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs 4 gól a két csapat közt. Ma ez ilyen nap volt, gratulálunk a Kozár Mislennek, berúgta a helyzeteit, mi nem, és hát itt természetesen ilyenkor az van, hogy vereség a vége. A PMFC és a Szent Lőrinc is győzni tudott hétvégén, így a pécsiek továbbra is vezetik a tabellát, a Szent Lőrinciek pedig a 3. helyen állnak. A HR-rend Kozár Mislen szeptember 1-én a Dunaújvároshoz utazik, a PMFC a Rákosmente KSK-t fogadja, a Szent Lőrinc pedig az Iváncsa KSE ellen lép pályára idegenben. Pongó, Bíró, Ruják, Antóni, Dragasevics, Diggs, Csirics, Budimir, Horti, Aiken, Chris Smith és Kocsis Zalán. Ezzel a 12-es kerettel vág a 2019-20-as bajnoki idénynek a tavalyi bronzérmes PVSK Veolia. Az 5 légiós igazolására a kupa szereplés miatt volt szükség. A célok nem változtak, a vezetőség mindenképpen a felsőházba várja a csapatot. Régi ismerős is feltűnik a PVSK Veolia NB1-es férfi kosárlabda csapatának légiósai között. A 2016-17-es szezon után ugyanis visszatért Chris Smith, akit Justin Alston sérülése miatt igazolt a csapat, de természetesen nagy örömmel, hiszen játékát jól ismeri Csirke Ferenc vezetőedző. 3 évvel ezelőtt játszottam Pécset, aztán Franciaországba és Belgiumba mentem, most pedig visszatértem Pécsre. Egyébként Kalifornia fővárosában, Sacramentóban születtem. Nagy elvárásokkal érkeztem vissza, erős, jó a pécsi csapat, és várom a bajnoki és az Európa Kupa rajtot is. Az edzések tetszenek, most kell formába hozni magunkat. CJ Aiken igazolásánál az volt a szempont, hogy európai tapasztalatokkal rendelkező center legyen, aki másmilyen játékstílust képvisel, mint Horti Bálint, mégis tudnak akár egyszerre is pályán lenni. Az új center ezeknek az elvárásoknak teljesen megfelel, céltudatos és küzdőjátékos. Pennsylvania legnagyobb városában, Philadelphiában születtem. Tavaly Csehországban játszottam, Pécset is szeretnék a csapat hasznos játékosa lenni, és bízom benne, hogy úgy vagy még jobban szárnyalunk majd, mint tavaly. Az edzések nagyon jók, kezdünk formába lendülni. Quincy Dix számára sem ismeretlen az európai kosárlabda, hiszen 4. szezonját kezdi meg a kontinensen. 2015-ben Ausztriában a liga legértékesebb játékosa volt, és csapatával bajnok lett. Egyaránt fogékony az amerikai és az európai stílusú kosárlabda iránt. Texasban születtem, Franciaországban, Németországban, Ausztriában és Görögországban is megfordultam már. Célom, hogy győzelemre vigyem a csapatot a bajnokságban és a kupában is. Tanultam amerikai és európai kosárlabdát is, hozzám közelebb áll az amerikai típusú 1-1 elleni játék.
Kocsis Zalán nem csak az NB1 A osztályban, hanem az NB1 B-s csapatban is sokat fog játszani a szezon során. Kaposvárra érkeztem, ott töltöttem az egész gyerekkoromat egészen idáig. Voltam U16-os válogatott, illetve az U18-os keretben is benne voltam. Valamint a tavalyi év folyamán bekerültem ebbe az U23-as, 3-3-as csapatba. Ott töltöttünk egy egész nyarat a srácokkal, nagyon éreztük magunkat. Az idei évben sajnos nem tudtam részt venni velük, mivel egyetemi tanulmányaim kicsit elhúzódtak, valamint próbáltam felkészülni a nyár folyamán kicsit jobban, mivel tudtam, hogy ide érkezek Pécsre a csapathoz. A csapattal szemben eléggé nagy elvárásokkal, mivel rendszerint nagyon jól teljesít a csapat, rendszeresen bevonnak a rejátszásból, sőt tavalyi év folyamán sikült kiharcolni a harmadik helyet. Tehát én úgy érkeztem ide, hogy bármi megtörténhet az idei évben egyaránt, mint tavaly. Személyes célom pedig az, hogy minden edzésen maximumot nyújtsam, valamint hogyha a meccsen pályára kerülök, akkor ugyanúgy maximálisan tudjak teljesíteni és segíteni a csapatnak. Visszatért Ruják András, aki 10 évvel ezelőtti pécsi szereplése után megfordult a Körmend, a Sopron és az Ase gárdáiban is, Paksról érkezett. Most jelenleg Paksról érkeztem 2 év után, visszatérek hosszú idő után, mert 2009-2010-ben talán, ez nem biztos, úgyhogy ne nézzen senki utána és higgy el, már játszottam itt 1 évet, úgyhogy a közeget ismerem. Hát a szezontól azt várom, amit már hallottam az elmúlt években, meg tudom Pécsre, hogy itt mindig egy jó kémiája van a csapatnak, egy állandó magja van. A magyar fiúknak a nagy részét ismerem, valakivel nyáron a válogatottban játszottam együtt, van akik ellen már bőven eleget, úgyhogy ebben szerintem nem lesz gond, így az első 2 hét után szerintem igazak a hírek, amiket hallottam. Mindenképpen szeretnénk egy hasonló évet produkálni, mint tavaly, nyilván ez majd 1-2 hónapon belül kiderül, amikor látjuk az ellenfelek erősségét is, úgyhogy egyelőre a felkészülésnél vagyunk, de mindenképpen pozitívan tekintek az évbe, és szeretnék egy ilyen állandóságot az évtől, mert az elmúlt szezonokban többször előfordult, hogy nem csak Pakson, hanem azelőtt Sopronban is, amikor játszottam, hogy rengeteg játékos edzőcsere volt megállás nélkül. Ez itt Pécsen az elmúlt években úgy láttam, hogy ritkább, úgyhogy szeretném, ha az így is maradna. A csapat az edzőmérkőzések mellett idén is részt vesz a kaposvári Orosz László emléktornán, valamint szeptember 11-én és 12-én a Matró PVSK centenáriumi kupát rendezik Pécsett. A bajnoki rajt szeptember utolsó hétvégéjén lesz a Szeged ellen hazai pályán, a nemzetközi szereplést pedig valószínűleg október 23-án idegenben kezdi meg Csirke Ferenc együttese. Ez volt erre a hétre a pálya. Jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!